No, itt hagytuk abba legutóbb, tegnap. Az a baj, hogy mindig ilyen, hát nem tudom, 10 után, 11 után sikerül nekiállnom, hogy eljussak idáig, hogy van egy kis idő játszani, és nem vagyok túlzottan tele powerrel, meg reflexel, meg logikával, meg semmivel, úgyhogy igen, sokat bénázok, jól lenne már egyszer egy kicsit frissebben nekiállni. Na most igazából az a sztori, ugye, ami történt, hogy én teljesen kedvesen, aranyosan, jóhiszeműen bementem ide, beszélgettem ezzel a troll öreglánnyal, aki hát kiadta magát valamiféle kuruzslónak, gyógyítónak, jó embernek, aztán rohadtul nem, direkt végigcsináltam mindent, amit kért, és a végén természetesen megtámadott. Szóval nem volt túl bonyolítva a kérdés. Az odáig oké is, csak az a, hogy a többi karakterem kint ragadt, az az egyik, a másik, hogy a létező összes környéken lévő ilyen goblin megtámadott, sőt, még ezek a gyökérládák is, akiknek nem tudom miféle közük van ezekhez a goblinokhoz, de ezek is megtámadtak. Ami azért volt probléma, mert azt a kis nyomorultat még szerettem volna rommá lopkodni, tehát minden szarságát elszedni, mert ez egyébként egy kereskedő. Úgyhogy most valószínűleg ez fog történni, hogy ettől mindent ellopok. Aztán ezek úgy önállóan is megtámadnak, mert azt hiszem, ha ide akarok jönni, akkor ezek a kis szarfélyek megtámadnak, mert gondolom ez a kis dugi raktáruk, és itt is mindenféle jóságot tudok még valószínűleg lenyúlni. Hú, itt van valami érdekes kapu. Ez jó, hogy így a fal mögé is benézhetek. Ez kifejezetten szimpatikus. Szóval, hogy valószínűleg ezt szétlopkodom, ezt a kis gyökit, aztán megpróbálok itt egy kicsit mászkálni, akkor ezek meg fognak támadni, megpróbálom ezeket kinyírni, aztán kiderül, hogy ezek milyen relációban vannak a goblinokkal, hogy azok is megtámadnak-e akkor. Ha igen, akkor feltételezem, a belső nem jön ki, hanem itt ez a 30-40 fog csak megtámadni, akkor majd ezeket leszedem, aztán az öregasszony. Mondjuk az az érdekes, hogy én igyekeztem tényleg nagyon barátságos lenni, de úgy látszik, hogy ezt itt nem lehet. Na hát eljött az ideje, hogy megtámadjam ezeket a nyomikat. Hát ez hatásos volt. 3-ból 2 elpusztult. Majd mindjárt mesélem, hogy mik történtek itt a környéken, elég sok minden. Igen, ehhez most már nem lesz elég akciópontom. És az meg se támadott, az elég király lenne. Kicsit körbejártam itt a terepet. A túloldalon volt egy kicsit bolond ilyen, hát ilyen emberkínzó, félőrült, varázslószerű lény, aki egy kicsit elvert, és akkor ettől nagyon jól érezte magát, és ráadásul ezt a papnőt, ez még inspirálta is, hogy milyen király ez. Úgyhogy egy kicsit meg van húzatva itt mindenki. Illetve volt egy rabis, akit kiszabadítottam, és elküldtem a táborba. Hát mit tudom én, mit csináljunk, mondjuk ezt. Oké, szuper. Itt volt egy dob, egy ilyen harci dob valahol itt, azt szétvertem, mert ugye ez azon segítséget hívott korábban. És ugye ezekkel bármilyen módon próbálok kommunikálni, illetve sikerült meggyőznöm őket, hogy én jó fej vagyok, és ne támadjanak. És ezért ott mászkálhattam egy kicsit, de egyébként úgy kb. Semmit nem csinálhatok, mert előbb-utóbb megtámadnak. Tehát oda nem mehetek be, én már pedig beszeretnék oda menni. És ugye akkor is megtámadnak, ha bemegyek ehhez a papnőhöz, vagy legalábbis magát annak kiadó emberhez. És jól közben egy kicsit szétlopkodtam az agyam, tehát ezt is elloptam ettől a fityulától, most mielőtt kinyírtam, meg ezt is. Úgyhogy azért, ja, meg ezt is. Meg egy csomó kulcsot. Úgyhogy, hát így történtek dolgok, nem feltétlenül biztos, hogy mindegyiknek lesz haszna vagy jelentősége, de legalább valami történt. És akkor én ezeket most itt kinyírbálom, és aztán oda bemegyek, és megnézem, hogy mi van ott. Mert az engem érdekel. Mivel kéne? Ennek nem volt ilyen lábellövő mókája? Próbáljunk egy ilyet. 60. Hát persze, hogy elhibázva. Aztán tartok tőle, hogy már mindjárt kijön innen a banya. Jó lenne ezt addig kinyírni. Kapsz egy ilyet, és át kell jönnöd a tüzön, akkor azt gondolom nem annyira lesz neked jó. Na most akkor cambogj át, hogy találsz. Szeva. Na jó, akkor ezeket kinyírtam. És viszonylag kevés ember értesült róla, ennek plusz külön örülök.
Úgyhogy ezeket, ja, most ez valaki nem fogja szeretni, hogy ugyanezt kilútolom, de melyik kretén? Hát akkor menjetek el innen a francba. De tényleg, nem érdekel ám a véleményetek. Most engem itt megtámadnak ezek a gyökerek, és akkor ne fosszam ki őket. Ide szépen elmentek jó messzire, és néztek le a domboldalról, jó? Mennyire van jó megcsinálva a játék, akkor érzékelik ezt? Kelljen már föl, te hülye. Mert az úgy nem lenne korrekt, hogyha rohadtul nincsenek itt, akkor is tisztában vannak vele, hogy mit csinálok. Melyik fogja ezt nehezményezni? És egyébként miért? Most egyik se. Hát akkor nem értem, mert volt, amikor olyan piros ikont mutatott. Ó, azért ennél, hát ha nem is minden, de néhány cucc felvehető a készletéből. Ja, egyébként azzal nyitottam itt, hogy itt volt valahol egy ilyen puskaporos hordó, azt felvettem, és ide... Ó, az ajtó is kirobbanna, ezt szeretem. És ide letettem közéjük. Csak a biztonság kedvéért, hogy hú, azért jó cuccok vannak ezeknél. Mármint eladásra, jó, mert amúgy másra nem nagyon. Hát nem azt mondom, hogy az inventory nagy részét, de azért úgy relatíve sok dolgot sikerült összeszedni. Ja, meg itt még van egy pár dolog. Ez lehet egy lopásnak minősül, de most jelen pillanatban a tulajdonos elpusztult, úgyhogy olyan nagyon engem nem érdekel, hogy ez lopás vagy nem. Mindent fölveszünk. Ilyen újraédedés, tekercs, ez nem feltétlenül hátrány, ha van, mert egyet-kettőt már elhasználtunk. És aztán bejövök ide ebbe a kis helyiségbe, megnézem, hogy mi a fene van itt. És hát még gondolkodom, mi legyen ezzel az öreg lányja, mert az alapvetően eléggé zokon vettem, hogy megtámadott úgy, hogy én semmi rossz. Ja, hogy ez ennyi puskaporos hordó. Azt a büdös. Hát igen, tudom, hogy ezt lehet mozgatni. Ja, hogy akkor ez mi? Tűzbor. Ez meg füstbor. Aha, nagyon jó. Tűzbor. Akkor ezt gondolom felrobban, ha belelövök. Jó, megnézzük majd, hogy melyik karakterem tudja cipelni, nyilván ez az ork csaj, ez eléggé combos, tehát annak viszonylag jók az ilyen teherbírási mutatói, aztán ezek lehet egy elég jó. Na, ez mi? Van ami rejtek ajtó, előtt ezt a ládát még nézzük. 260 arany, ja, ezt elvettem tőlük valakitől, még előtte zsebtolvajként. Hát nézzük ezt meg egy mentést követően. Ja igen, mert az egyik izé azt is mondta, az a rab, azt hiszem, akit kínoztak. Hát persze, miért is férnék be? Akkor mit lehet ezzel csinálni? Ja, ez majd a kijárat lesz. Oké. Szóval, hogy azt mondta, hogy itt van valami rejtek út, vagy nem tudom, pince a templom alatt, amit meg kéne néznem, mert hogy őt azért kapták el, mert azt hiszem azt kereste. És hogy micsoda nagyon király izé lesz ott. Hát mondjuk ezt nem kéne megtámadni, hanem föl kéne venni. Olyan nincs. Ez diszkrét, ahogy így fölveszi. Mi ennek a súlya? Ja, csak 40? De arany. Vizsgáld meg. Nagyon szép. Jó, hát ebből egy párat fölveszünk. Majd valahol, ahol csúnya gonoszok vannak, ott azokat szépen körbepakoljuk. Lehet, hogy leszek olyan aranyos és kedves, hogy ezt a kamu papnőt, ezt egy kicsit körbepakolom ilyennel. És utána felrobbantam. Mint az antiópiai szent kézigránáttal. Jó, hát akkor nem tudom, mi legyen. Most melyik van túlterhelve? Én? És én miért vagyok? Ja, mert hogy rohadt sok mindent fölvettem. Ó, kár, hogy kinyírtam a kereskedőt, pedig most mennyi mindent el tudnék neki adni? Mindegy, mi lesz még kereskedő. Na, várjál, nézd, 17-es páncélosztály, láncpáncél, ez milyen? Ugye ezt kell mindig csinálni, hogy... mindig az adott karakterhez viszonyítja, most az egyes van kijelölve, és ez nem tud, ja, ez nehéz páncél, aha, ez nem tud, most átváltottuk a kettesre, az se tud, a hármas tud nehéz páncélt, a négyes szintén nem. Kérdés, ez nekünk jó-e, mert ez lehet, hogy több a páncélosztálya, viszont az meg egy kék cucc.
És... hát ezt majd kitalálom. Szerintem inkább nem vesszük fel. Jó, hát ezt a sok szírszart majd el fogom adni. Na jó, mindjárt bemegyek az öreglányhoz, aztán megnézem még egyszer, hogy mit ajánlt fel, mit szeretne velem beszélgetni. És annak függvényében... ú, de jó lenne ez a jég izé eltűnne itt. Tényleg az a jó, hogy közben a többi nem támadott meg. Tehát ezeket a kreténkéket úgy sikerült kinyírni, hogy elvileg senki nem szerzett róla tudomást. Na, hát akkor most nyomunk egy nagy mentést, aztán megnézzük, hogy... megnézzük, hogy mit lehet ezzel. Szóval itt a környéket alul körbejártam, kiszabadítottam. Ja nem, kettő foglyot, mert egy fogoly volt egy ketrecbe, ugye az a druid, nem, az a bard, aki ott énekelt a főtéren az elején. Azt is kiszabadítottam, az elvileg visszament a táboromba. Illetve volt egy másik, akit kínoztak, az meg nem ment vissza a táboromba, csak információt adott, meg volt az a hülye, aki engem falhoz állított, azt ütögetett, az meg jól érezte magát. Na jó, hát most ha másodszor nem dőlök be. Persze, csak én nem szeretlek téged. És akkor most mit kéne? Ki kéne nyírni? Mert nagyon nincs más opció. Jó, hát akkor menjenek ki a többiek. Kimegyünk mindannyian, hogy egyszerűbb legyen. És akkor én visszajövök. Úgy emlékszem, hogy több opció volt, amikor beszéltem vele. Persze, ahhoz gondolom egyedül kell lennem. De nénike most már azért nagy esélye ki foglak nyírni. Ja, csak közben a többit kizárta, azt hiszem. Igen, és azt hiszem, azt nem is tudtam utána már kinyitni. Mert tudom, hogy egy rohadék vagy. Na természetesen ugyanaz a forgatókönyv, tök mindegy, hogy mit és hogyan kommunikálok, vagy lehet, hogy nincsenek még olyan képességeim, hogy más opciót kinyissak, de így is úgy is megtámad a mami. Úgyhogy akkor kénytelen vagyok én is harcba szállni vele. És egyébként pedig a többiek ugye kint rekedtek, de most volt annyi eszem, hogy ezzel a karakterrel meglepő módon sikerült kinyitni ezt az ajtót, nem kell túl nagyot dobni. És bejöttek, illetve folyamatban van, hogy bejönnek, és akkor ők is segíteni fognak nekem. Úgyhogy ezt meg mondjuk belökjük a kandallóba. Hülye barom. Jó, és hát nem tudom, nem láttam itt nagyon más opciót, csak azt, hogy ezt kinyírom. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a játék szempontjából mennyire előnyös vagy nem előnyös, de... igazából azt mondta, hogy engem veszélyesnek tart, és akkor ezért nem hagyja, hogy elmenjek. Ha meg azt mondtam, hogy oké, alávetem magam ennek, és tisztuljunk meg, és majd minden jó lesz, akkor meg ilyen alvó italt akar velem itatni, és aztán megtámad. Na ez kemény. Kaptál egy combosat, egy gyökér. Jó, és akkor még az utolsó emberem is érkezhet. Nem biztos, hogy ez a mami sokat fog támadni. Ennyi HP-ja maradt? 5. Hát ha sikerül ennek megsebeznie, akkor azért nagy eséllyel ennél többet fog sebezni. Ez elég jó védelme volt a tűzsebzésre, azt hiszem. Kritikus elhibázás, akkor rohadjál meg. Ja, várjál, ezt már lezártam. Jaj, de hülye vagyok, mert ez tudott volna egy extra kört. Most már mindegy. Hát remélem nem valami tömegpusztító kinyírást fog rám zúzni. Egy bájital a fejbe dobott? Veszélyes. Na jó, hát gonosz leszek, és úgy hátba szúrlak, mint az Isten nyila. Szevasz, gyökér. Ez most mi? Nem 11-et sebeztem? Mert neki 5 HP-ja volt. Ez ilyen szuper nagyi.
Aztán kíváncsi leszek, lehet, hogy az van, hogy jaj, igen, és te meg megfordulsz, és hetet sebzel, hogy rohadnál szét, úgy, hogy háttal álltál. Ezt úgy gyűlöm, amikor ezt csinálja. Azért ez nem mindig van jó megcsinálva ebbe a játékba. Most tényleg full esélytelen volt, hogy háttal állt nekem, és akkor megfordul, és még be is sebez. Mi csináljak veled, te szemét? Tessék, kapsz egy ilyet, ezt is kivédi. Nem, nem védte ki. Jó, hát néni meghalt, úgyhogy ez nem lesz a gyógymód. De most még mi van, még támad a fapad? Ja nem, még 87-em. Ó, de szuper. Jó, hát akkor ezekkel még meg kell küzdenem. Ó, van eznél azért loot. Ó, itt egy jegyzet. Meg itt egy valami. Ó, parazita minta. Akkor gondolom ez is majd hatással lesz a küldetésünkre. Jó, hát még ezt a 43 trollt kinyírom. És akkor aztán mondom a végeredményt. No hát, ha azt hittük volna, hogy vége a történetnek, akkor tévedtünk. Mert hogy, nem is tudom, hogy jöttem be ide, valahol bejöttem. Lezúzzantottam már jó pár ilyen kis nyomit. És itt van még egy ilyen cukorborsó. Aki azt írja, hogy ez a főpapnőnek a testőre. Hát túl jó munkát nem végez, mert hogy a főpapnőt elvileg már kinyírtam. És nem is volt mellette. Viszont bármilyen módon próbálok ezzel kommunikálni, nem igazán sikerül. Az előbb sikerült egy ilyen kockadobással megdobni azt, hogy meggyőzzem, hogy én ide tartozom. Ennek ellenére ugyanúgy nem enged be. Tehát... Ilyen laza, hogy 22-t kell dobni. Tehát ezeket már csak úgy tudja megdobni az ember, hogyha van boostja, de így is 18-at kell legalább dobni. Összesen lett 20. Itt vannak ezek az inspirációs újradobási lehetőségek. Így se sokat érek sajnos. Az előbb sikerült harmadszorra, most is sikerült harmadszorra. Jó, viszont meggyőzöm, és aztán mégse enged be. Tehát most azonnal megint szólni fog, hogy húzzak el. Szóval ez vagy bug, vagy nem tudom. De nem tudok bemenni. Jó, mindegy. Hát nem érzem úgy, hogy pont ő az, akit életben kéne hagyni. Nagy eséllyel. Úgyhogy... Hát ja, küldjünk rá valami nagyon csúnyát. Ki kezdje? Inkább csak az a kérdés. Melyiknek? Ennek volt valami atombrutál sebzése. Úgyhogy jó lenne, kicsit messzebb lenne. Mert itt belerúg az arcomba, és azt nem szeretném. Mi is volt ennek? Volt valami... ez. Szimpátiám csökkent 24-jel. Úgyhogy hátba dobom egy lángcsóvával. Hát persze, hogy nullát sebeztem. Hát miért ne sebeztem volna nullát? Az a jó egyébként, azt bírom nagyon, hogy ennek a tűz ellenállása mindegyiknek olyan fantasztikus, hogy... micsoda? Előnyben kell lenni. Szóval, hogy minthogyha... semmilyen módon nem lennének meggyújthatók vagy érzékenyek a tűzre. Most szerencsére nekem pont kijött a négy lépés egymás után, aztán jön ő. Ja nem, mert ez az a jó, hogy azt elkasztoltam. Tehát igazából... Ah, de utálom. Nem is sebeztem. És... még csak támadni se tudok. Jó, hát akkor vadászjel. Tessék. Ki vagy jelölve, öcsi? Hogy kinyírjon mindenki. Elbújunk a fal mögé addig is bátran. Mit zuzzancsunk még rád? Az a baj, hogy nagyon gagyi, de alapvetően ezek a lövések szoktak a legjobban beválni. Ezek mindig olyanok, hogy kb. Semmit nem sebez. Ez most meglepő módon azért egy 8-as legalább sebzett. Nem tudom, hogy ennek milyen fegyvere lesz, tehát, hogy csak az a csatabárgya van, a csakot szigorúan idézőjelben értem, mert jó néz ki azért az a cucc, vagy ennek is lesz távolsági fegyvere, vagy esetleg neki kell varázsolni, mert halál idegbeteg voltam, hogy itt ezek a kis gögyi mezei szírszaros trollok, neki kezdtek ilyen átkokat dobálni rám, meg ilyesmi. Pontosan értem, hogy hogy és miért. Hát persze, hogy elhibázva. Jó, hát minden esetre azért valamennyit legalább sebeztünk. Bízom benne, hogy nem tud ilyen sokat haladni.
Hát, a harmadát levittük kb. Az energiájának. Na nézzük, hogy mire vagy képes. Gondolom, fölrobbantad alattam a talaj. Ja, hogy sprint, aha, hát így meg elfogja. Azért, hogy benyomja a sprintet, meg még haladni, meg még támadni is tud. Nem, támadni nem szerencsére. Jó, most itt vagyok mögötted. Gondolom, ha odaosonok, és aztán elmennék, akkor utána még ő támad meg. Ó, hogy nekem vannak ilyenek is, de jó. Hát ezeket akkor beléd lövöm. 21-es sebzés. Ja, de ez lehet, hogy területre is hat, és akkor ott az emberkéim nem járnak jól. Jó van. Ennek azért lehet, hogy nem örült. Most történt vele valami? Átmenetileg ellenséges, és aztán majd barátságos lesz. Jó. Semmi probléma. Na, hát szétlőjük az agyadat. Te mit tudsz? Jelző lövedék. Kapsz egy jelző lövedéket, hogy tudják a barátaid, hogy itt vagy. Szuper király. Nem tudom, kit fog ez támadni, de... De valakire azért rádobunk egy pajzsot. A biztonság kedvéért. Nem biztos, hogy odáig már életben marad ez a benga, de... Menjünk biztosra. Ez jól néz ki, ez a lángoló bot, amit elszedtem a... Attól a gyökért, nem is tudom melyiktől. Na most az a jó, megint elmennék mellette, akkor full hátba támad. És ezt nagyon gyűlölöm. Teljesen mindegy, merre lépek. Igen, ilyenkor ez a szemétség, hogy oda lépek, akkor is hátba támad, meg ide megyek, akkor is hátba támad. Na jó, nézzük meg, hogy mi történik. Ez hülye, ez hülye. Mennyit sebeztél, egy gyökér állat. Ez annyira túl van tolva ez a izé. Én is szoktam néha ilyet a karaktereim, de messze nem ekkorát. Tehát ezt iszonyatosan túltolja a játék, amikor az ő sebzéséről van szó. Na, szerintem ennek az új fegyverét még nem is használtam, amit lenyúltam attól a gyöki árustól. Úgy né. Jó, hát meghalt ez a rohadék. Akkor mondjuk elmegyünk alukálni, mert már egy csomószor ennél a beszélgetéseknél is mondja, hogy ez a kis elmepókom, ez nem működik most így... A nagy pihenés nélkül. Úgyhogy itt hát jól alaposan átnézek mindent, valószínűleg lesz egy csomó könyv, lesz egy csomó jegyzet, azokat mind el fogom olvasni. Hát, ha valami küldetéshez kapok valami információt, végig kutatok mindent, és aztán legközelebb innen folytatjuk.